Kállai Zsuzsa műsorvezetőt a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Kállai Zsuzsa divatos ékszereiről a Merrill Fashion gondoskodik. Szeretettel köszöntöm Önöket, Önök az életvezetési útmutatót látják, én velem, én Kállai Zsuzsi vagyok, és ahogy már megszoktuk, hát vágjunk bele a közepébe, mert nagyon kemény a téma, amit én most hoztam Önöknek, és hát amíg én felvezetném a műsort, ez egy pár perces intervallum, utána már lehet telefonálni, és hát miután a műsorunk az interaktív, akkor majd el is fogom árulni a műsor hívható, nem emeldíjas telefonszámát. De addig is, hogy milyen érdekes témával készültem, és hogy mit hoztam Önöknek, hát az nem semmi, mert mindenkit érint. Na most az a zominózus probléma mindenkinél, és úgy gondolom, hogy az egész világ így van vele, hogy egyszerűen valamikor elmérkedünk, és arra gondolunk, hogy Istenem, hát hol követtem én el a hibát, vagy mi történt? Szeretünk regresszálni, szeretünk a múltba visszamenni, ami nem mindig hát kellemes dolog, mert ugye a múltban megélt élményeknek a lenyomata az ugye a jelenben is, hát bizony-bizony, hát nagyon tudjuk a hatását, hogy mégis mit csinál, mert kifejti a hatását. Tehát mindenféleképpen a múlt is a jelenünk része valamilyen szinten. De ugyanakkor ugye a múltra emlékezünk, a jövőt elképzeljük, és a jelent pedig megérjük, de hát ugye miután mindig csak a jelenben élhetünk, kénytelenek vagyunk a jelen pillanatban megélni a saját magunk harcát, úgy, ahogy meg tudjuk élni. De természetesen azért a saját sorsunk, életünk lenne az igazán egy hú de nagy kérdés, de miután mindig az a történet, hogy elodázzuk valami trükkel, és akkor általában csak tapossuk a mókuskereket, jönnek a hétköznapok, jönnek a gondok, és akkor azt veszük észre, hogy még mindig nem oldottuk meg a problémát, még mindig ugyanabban a problémában ülünk, és egyszerűen nem jutottunk tovább. Tehát nem tudunk saját magunkkal mire menni. Ez nagyon sokszor előfordul. Na most ugyanakkor azért, amikor hát nagyon sokan ugye szaladnak mindenféle lehetőséget kihasználva jövőbe látókok, látnokokhoz, bárkihez, pszichológushoz, hogy segítséget kérjenek, és megmondom őszintén, hogy mindenkinek, ha segítséget kap bárkitől, és ha az neki jó, akkor már megérte. De ugyanakkor, ha az a probléma visszatérül, és ugyanaz a probléma újra felbukkan, akkor nem igazán beszélünk változásról. Mert ha a lényeget akarjuk megoldani, amitől ugye várjuk a változást, akkor egy olyan, egy olyan alapfokú és egy olyan változtatásra van szükségünk, elsősorban saját magunkkal szemben is, ha változást szeretnénk, hogy tényleg meginduljon a változás. Nem csak mentálisan, hanem vizuálisan is. És ilyenkor nagyon jó ötleteket tudok adni, amikor ilyen problémával keresnek meg. Kérem szépen, ugye az önbizalom hiány ennek az egyik kiinduló pontja ennek a sok mindennek, ennek az egész problémasornak, és ha az ember az önbizalmát nem tudja teljesen helyre tenni, vagy valamitől gyárilag, azaz hát született ilyen, hogy önbizalom hiányos, akkor is van lehetőség arra, hogy egy kicsit fejlődjön, és tényleg talpra tudjon állni. Na most mennyire fontos része ez, amikor változást szeretnénk az életünkbe behozni? Mert a változásoktól nagyon sokan félnek, pedig hát új, ami újat hoz, az mindig jó lehet. De azt hiszem, hogy egy kicsit ehhez fel kell, hogy nőjünk, mert ugyanakkor a változások jót hozhatnak, de nem mindegy, hogy melyik korszakunkban és melyik időszakunkban. Hát pontosan erre is lehet választ kapni ezekkel a problémákkal kapcsolatban, és hát mondanom sem kell, hogy az életünk minden szegmensében és minden területében
ezeket a problémákat, amiről beszéltem, hát az, hogy tényleg mindennapi gondokat megoldani, és a mindennapi mókuskereket túllépni, hát ez egy rettentő nagy feladat. Van rá megoldás, lehet megoldani, de az az igazság, hogy bizony mindig magunkba kell keresni először a megoldásnak a miértjét, és utána pedig megérteni, hogy miért van szükség rá, hogyan is kell meglépni, és merre legyen az a bizonyos változásnak az útja. Na most viszont elárulom a telefonszámot, amin lehet engem hívni itt a műsorba, és megbeszéljük ezeket a problémákat, és nem csak ezeket a problémákat, mint ahogy mindig lenni szokott. A 269-0386-os, még egyszer elismétlem, 269-0386, nem MLD-as telefonszámon, várok minden telefonálót. Meg is kérem a kedves kollégákat, hogy kapcsolódjanak be, a kedves televíziónézők is, és már is lehet telefonálni, már is lehet érdeklődni, és kell is, mert én bizony akkor így itt a képernyő előtt, hát megbeszélem önökkel, így ebbe a pár pillanatban, pár percben, hogy miben tudok lépést mutatni. Itt a legelső kedves hívó, akit nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök, ön van a műsorban. Jó estét kívánok, kedves Kállai Zsuzsa! Szép estét! Szeretnék érdeklődni, hogy körülbelül egy évig volt egy ismerősen büntetésvégrehajtás intézetben, és én értementem, és körülbelül két hónapja nem jelentkezik. Őt Olivérnek hívják, a születése 1990. december 19. Húha, igen. És szeretnék kérdezni, hogy valami miért nem jelentkezik két hónapja nálam. Na most, kedves József, hát... Ferenc vagyok. Hogy bocsánat, Ferenc, ha nem mutatkoz, elnézést, hogy elkereszteltem. Elfelejtettem a nagy izgalomba. Elnézést, hogy elkereszteltem, de hát már igen, ismerjük egymást. Szinte engem az Oliver úgy tekintett, mint hogyha második apja lennék. És már beszéltünk telefonon, és tudom is, hogy milyen témáról van szó, de én úgy gondolom, hogy ebben az időszakban egy kicsit talán még ködös az idő, tehát egy eléggé nehéz korszakot él meg ez a fiatalember. Én azt mondom önnek, hogy legyen türelmes, Ferenc. Próbáljon meg egy kicsit talán elvonatkoztatni, mert ennek a fiatalembernek most egy olyan nehéz időszaka van, egy olyan érzelemvilággal teli, tehát egy olyan érzékeny korszaka van, hogy ebben a korszakában most én úgy gondolom, hogy nem fog jelentkezni. De ha megengedné, ön mikor is született, megkérdezni? Én 1958. január 7. Aha. Hát ebben az időszakban most azért ne nagyon várja. Egy kicsit talán később, jó? És ez körülbelül kb. Mikorra várható körülbelül? Időt nem tudok mondani. Nem azért nem jelentkezik, mert haragszik rám. Nem haragról van szó egyáltalán. Jó, nagyon szépen egy köszönöm, év, és további jó munkát talán kívánok. Még pár hónap, és utána pedig meglátja. De én úgy gondolom, hogy élje az életét, és a megérzéseire hallgasson. Jó, nagyon szépen köszönöm, és további jó munkát kívánok. Én is köszönöm szépen, hogy felhívott, és további szép estét kívánok önnek. Haladjunk tovább. Kérem szépen az, hogy a hibát, hogy egyáltalán hiba-e az a sokszor emlegetett hiba, amit mi el tudunk követni az életünkbe, és hogy honnan ered a hiba, mert hát nagyon sokféle van. És ha a magánéletünkre gondolunk, vagy éppenséggel az, hogy egy csalódást át tudunk pörgetni, vagy éppenséggel teljesen más, hogy éljük át, és akkor magunkat ostorozzuk, annak semmi értelme nincs. Kérném szépen a következő hívót, mert látom, hogy a vonalban van. Fogom folytatni, érdekes a téma. Jó estét kívánok! Ön van a vonalban, szeretettel üdvözlöm. Jó estét kívánok, én Csilla vagyok, és 1974. március 30-án születtem. Érdekes képlet, igen. És miben segíthetek? Munkahelyjel kapcsolatban szeretném kérdezni, a munkahelyváltásban vagyok, illetve a új munkahely keresésben, és ez ügyben érdeklődnék, hogy ez az időszak erről szól-e. Hát kérem szépen, először is kedves Csilla, hát pontosan erről beszéltem, és erről vezettem fel a műsort, hogy
változások, változást előhozni az életünkben, és magunkat hibáztatni az elmúlt idők sérelmeiért és a problémákért, hát egyáltalán nincs értelme, mert ha már elmúlt, akkor az egy dolog, de hogy utána ez ne ismétlődjön meg, ez mindig csak rajtunk múlik. Csak ahhoz, hogy ne ismétlődjenek meg a problémákat, bizony fel kell ismerni, hogy tényleg itt elvétettem valamit, hát egye fene történt már ilyen, de ennek ellenére a tévedéseink, azok is minket tudnak szolgálni, mert ha később ugye erőt merítünk a tévedéseinkből, higgyék el, hogy lehet, akkor nem ismétlődnek meg ugyanazok a problémák. Na most, kedves Csilla, az van, hogy az egész sorsa úgy szerencsés, ahogy van. Hál' Istennek! A Jupiter egy nagyon-nagyon... És már is örülök neki, hogy örül. A Jupiter egy olyan kedvező időszakában született, amikor kétszeres olyan Jupiterállás volt, hogy ténylegesen minden nehézségből kellemesen kihozzák az égiekön, és jó lépéseket is tud tenni. Na most az a helyzet, hogyha a változtatást szeretne az életében, már mint munkahelyváltásra gondolok. Igen. Akkor hát bele kell, hogy húzzon. Én megmondom őszintén. Nem történt ez a változás még meg, vagy pedig már elkezdődött valami? Nem, ez önszántamból volt ez a változás. Elnézést kérek. Tehát, hogy én ott hagytam azt a munkát, amit az elmúlt években csináltam, és vissza szeretnék térni a régi, van egy nagyon jó szakmám, és úgy gondolom, hogy az vagyok én. Hát én úgy gondolom, hogy semmi akadályát nem látom, mert ebben a korszakában még jövő márciusig maradéktalanul teljesítheti ezt az álmát. Csak viszont ez az álma és ez a mostani időszak egy kicsit másról is szól. Így van. Mégpedig a magánélettől. Ez így van. Megkérdezném, hogy egyedül él? Nem, édesanyámmal élek, de pont a héten történt egy haláleset a családban, és ez elég ideárnyékolja az életünket. De elváltozott egyébként. Részvétem önfelé, hát engedje meg, hogy részvétet kívánjak, de ennek ellenére tessék nekem elhinni, hogy a részvéten túl és a haláleseten túl még ebben az évében a munka is beteljesedik, és márciusig még párra is talál. Kedves Zsuzsa, ennél szebbet nem is mondhatott volna. Régóta nézem, és nagy tisztelője vagyok. Én nagyon szépen köszönöm. Én tényleg úgy vagyok ezzel, hogy köszönöm, tényleg jól is esik, és valójában az ember... Higgye el, hogy a képernyőn nagyon átjön. Nem értem, mit tetszik mondani. Higgye el, hogy a képernyőn nagyon átjön az ön hitelessége. Köszönöm szépen. Ez mindennél többet ér, mert, na most erre egyet engedje meg, hogy ezt még de elmondjam. Én itt vagyok. Mindenkinek. Nézem a műsort, mindenkinek. Tessék nekem elhinni, hogy saját magunknak, a családomnak, és mindenkinek ugyanezzel a szisztémával nézem. Tévedni lehet, de 75% az, amit én látok, 25% a szabad akarat. Kérem szépen, olyan asztrológus, olyan, hogy mondjam, ha lehet így mondani, látnok, jövőbe látó bárki, Nostradamus akárki, nincs, aki ne értene velem együtt, ha bár tisztelet az emlékének, de ennek ellenére a 25% az mindig a saját magunk szabad akarata, ami még halál után is működik. Úgyhogy itt mese nincs. Na most a másik pedig az, hogy azt még azért gyorsan elmondanám, hogy én nekem a tanítom annak idején, hát aki a nagyon nagyra becsült, és hát ugye a mindenek feletti Csiki Ildikó volt, annyit mondott nekem, igen, ismerem. 9 könyvet írt, annyit mondott nekem, hogy fiam, figyelj, félszívvel játszadozni nem lehet. Mindig a valós dolgokat állítjuk. Tehát itt egyszerűen az a rendszer, és az a sok minden, amit én az Isten kegyelméből megtanulhattam tőle, és valamiért nagyon úgy tanította meg nekem, hogy én nem is tanultam, hiszen nem olyan barátságban voltunk, hogy lehetetlen volt csak tanulni,
de én úgy gondolom, hogy amit átadott, az ennyit jelentett, hogy nem lehet, higgyék el nekem, nem lehet, tehát csak őszintén és a valós. Mese nincs. Itt az embereknek, ha az ember uta, én úgy vagyok vele, ha már az Isten úgy adta, hogy utat mutatok, és szeretném azt a lámpást jó időben, jókor, jó helyen megvilágítani az emberek részére, akkor kötelességem, hogy úgy mondjam, ahogy azt kell. Úgyhogy egy. Jó, és köszönöm szépen. Én köszönöm. Én vagyok megtisztelve. Én vagyok megtisztelve. És köszönöm szépen. Dőljön hátra. Jót kívánok. Heverjék ki a bánatot, ez a gyásznak az időszaka. A gyásznak is megvan a miértje, holott ez is egy érdekes téma, mert ha azt mondom önöknek, hogy halál nincs, akkor ez magyarázatot kíván, amit most ebben az állapotukban nem biztos, hogy mindenki meg fog érteni, de... Én elhiszem ennek. De tulajdonképpen ez majd egy kicsit később, jó? Jó, rendben. Nehéz téma. Köszönöm, köszönöm szépen. Van, akinek be kell még ráérni. Folytatjuk tovább a műsort, és térjünk vissza, még mindig a változásra közben, lehet telefonálni, közben várok mindenkit ugyanilyen nagyon nagy szeretettel. És tényleg, hogy azért próbáljuk egy kicsit megmagyarázni, hogy a vétkeink, a tévedéseink, ami a régmúltban ugye hát felmerült, kinek tévedett volna, kinek ne lett volna rossz házassága, kinek nem lett volna egy olyan párkapcsolata, akár egy egyészakás kalandja, ami nem kellett volna, hogy legyen. Vagy kellett. Soha nem lehet tudni. Mindjárt rátérek, de itt a következő hívó, aki nagyon-nagyon vár. Ön van a vonalban, jó estét kívánok! Halló! Halló, jó estét kívánom, Zsuzsika! Jó estét! Mária vagyok, 52. 3. hó 20-án születtem. Igen. Ezt szeretnék kérni, hogy egyáltalán az életben kiket szemelgek én a fizetni valóból? Jaj! Ne idegesítsen! Kérem szépen, még egyszer kérném a kedves kereszt nevét? Mária. Mária. Na most... Lássa ez az, hogy húzzák a terhek, nehéz a dolog. Hitele van, vagy pedig miről van szó? Igen. Tessék mondani, miben segítem, milyen problémája van? Hát anyagilag nagyon le vagyok. Annyira sok a rezsi meg az ilyen dolgok, hogy egyszerűen teljesen padlón vagyok már. Teljesen. Na most, kedves Marika, nem tudom, hogy honnan beszélünk, Pestről, vagy pedig... Újszülvás. Értem. Én nagyon úgy érzem, és nagyon úgy látnám, hogy de csak úgy tud kilépni ebből a nehéz időszakából, mert, hogy mondjam, ennek az évnek a mondani valója még márciusig tartogat olyan lehetőséget, hogy megoldódnak valamilyen szinten a dolgok. De két év leforgása alatt, hogy ön elköltözik ott, ahol él, vagy onnan, ahol él, az egy nagyon jó lehetőség lenne az ön részére. Próbálja meg. Próbálja meg. Olyat szeretnék kérdezni, hogy most ez a kapcsolat, ami van a barátommal, most ez véget nem úgy sikeredik, ahogy kellene. 47-ben született, 7. hó 8-án József meghívják. És ha rákérdezhetnék, hogy ez az úri emberrel ön együtt él, vagy pedig csak egy ilyen az a kapcsolat? Hát együtt nem élünk végül, és olyanban, hogy össze-össze járunk, de közös kassza nincs, úgyhogy mindenki a maga fizetni valóját fizeti meg minden, de én úgy érzem, hogy talán ez véget van az, hogy nem kerülünk össze. De bocsánatot kérek, most ez egy érdekes téma. Ha valaki valakit szeret, én úgy gondolom, hogy az anyagiak azért...
még ha idősebb korban is ennyire kizáró ok. Most itt önt nem szakadt tőle az OTP, és nem hinném, hogy itt... Nem nagyon hallom, Zsuzsika, valahogy... Tehát rákérdeznék, tessék nekem elmondani, mit érez, hogy mi a kizáró oka ennek a kapcsolatnak, mert én nagyon úgy látom, hogy ebből a kapcsolatból egy húzamos ideig tartó kapcsolat lehetne, de hogy ki miért nem lép a másik felé, ezt nem igazán értem, amikor nem látnám, hogy ebből szakadás lesz. Tehát miért nem lépik meg a kapcsolatot? Végül is ez már 2 éve van, már elmúlt 2 éve végül is. Olyan van, hogy én rákérdeztem arra, hogy esetleg miért nem lehet összekerülni. Igen. És hát ő azt mondta, hogy ő neki az úgy nem jó. Értem. Tehát a közös kassa így nem jó. És ön pedig, de viszont azt el tudja nézni, hogy ön a kevés pénzéből meg annyi problémával küzdik. Tehát így azért én úgy gondolom, hogy azért netán még az ön pénzébe is kerül ez a kapcsolata, hogy elnézem, és meg ne sértődjön érte, hogy ilyeneket mondok. De én úgy látnám, és nézze, a kapcsolat nem fog megszűnni. Benne van a Holdnak a kétarcúsága, és benne vannak olyan rejtett, ki nem mondott dolgok, amit eddig nem tudtak átbeszélni. Higgye el nekem, Marika, hogy sokkal többre mennek, hogyha leülnek és tiszta vizet öntenek a pohárba, és szépen megbeszéli ebben az úri emberrel, hogy nézze, tulajdonképpen ez a kapcsolat akkor fog működni, hogyha megegyeznek abban, hogy esetleg, ha így ez a kapcsolat már megvan, mint baráti kapcsolatnak. Érti? Igen. Hogy... Például van olyan dolog, hogy na, lehet, hogy én vagyok egy kicsit ebben hibás, vagy nem tudom, de van két asszonya elesett, most ez már több hónapja. Igen. Most az az igazság, nem vagyok féltékony, de azért mégis úgy érzem, hogy akkor ő rabszolgálja neki, van neki családja, és akkor miért nem ő jár vásárolni, a családja jár vásárolni, ő járkál neki mindent, már elnézést a segge alá hordani, teljesen na minden. Most, Marika, tessék nekem egy szóval, hogy zárjuk le. A kapujában áll meg neki a busz előtt áll meg szintén a busz, hát akkor miért nem tud a busszal közlekedni, mi ő neki kell mindent. És én nekem teszik tudni, ez egy kis falu, itt mindenki tud mindenkiről mindent. Ahogy az lenni szokott. És mindig belevágják a pofámba, hogy mi van, hát már megint. Szóval... Na most engedje meg nekem, hogy erre én egy szóval válaszoljak. Álljon a talpára. Nincs közös... Én mondtam meg... Bocsánat, ő se árulja el az igazat. És nagyon őszintén mondom, hogy annyit mondott csak, mert én úgy érzem talán, hogy ő úgy áll én hozzám, hogy szét maradjon. Mondom, hát már ezek után már nem tudok mit mondani. Nézze, ahány falu annyi szokás, erre én azt szoktam mondani, de ennek ellenére én annyit mondanék önnek, hogy ha nem is árulja el teljesen itt a nagyvilág előtt, és megértem teljesen, de ennek ellenére engedjen meg, hogy csak annyit mondjak, javasoljak önnek, mert hát itt csak javasolni lehet, hogy álljon a talpára, és ha már nem közös úton járnak, akkor mindenki őrizze meg a maga méltóságát, de viszont a maga pénztárcáját is. Ezzel mindent elmondtam. Igen. Jó? És köszönöm szépen, hogy velem volt. Hát ennek nincs értelme, mert egyedül irgalmatlan, rossz, ünnek a hosszú éjszakák, egyszerűen, ne értsen félre, Zsuzsika. De az, hogy nincs kihő szólni, a tévé hiába beszél, a rádió hiába beszél. Ez így igaz, de erre is ki fogok majd térni legközelebb, ha megengedi. Én megértem önt, hogy egyedül nagyon rossz, de viszont akkor meg az ön pénztárcája a bánya. Úgyhogy ne legyen túl nagy lelkű ezzel az úrral, mert nincs értelme. Jó? Igen. Elnézést kérek, de itt... abaigatnak, úgyhogy nem tudom, hogy valaki még esetleg várakozik-e rám, és köszönöm szépen, hogy velem volt, megoldódik a probléma. Nézze, hagyjon neki időt, elveszíteni nem fogja, de teljesen más szemszögből és más oldalról kell ezt az egész viszonyt, hát nem hinném, hogy ez olyan nagyon szoros
így nem együttélés kapcsolatot, viszonyt kezelni. Úgyhogy minden jót kívánok önnek, és hát elszalad az idő, pedig annyi minden mondani valom lett volna még, de hát ezt megígérem, hogy ezt a restanciát majd a jövő héten önöknek tényleg folytatni fogom, és bepótlom, mert a változás, amit az életünkbe be szeretnénk hozni, az mindig a múltból levő tévedéseink által történik. De hogy ezt a tévedést, ami általában ez a tévedés sorozat, milyen energia lenyomatot hagy bennünk, ezek nagyon érdekes dolgok, és az, hogy ezek a változások megtörténjenek az életünkben, kilépjünk ezekből a régi mintákból, ehhez bizony a saját belsőnkben kell rendet tenni. Megígérem önöknek, segítek. Nézzék a jövő heti adásomat is, és mindenkinek szép jó éjszakát kívánok. Tartsanak velem a jövő héten is. Minden jót kívánok. Kállai Zsuzsa műsorvezetőt a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Kállai Zsuzsa divatos ékszereiről a Merjő Fashion gondoskodik.